Ennek a kiállításnak a megálmodója Bori Ohm intermédia szakon végzett a Képzőművészeti Egyetemen. Itt a videó, mint médium jelentős szerepet töltött be az oktatásban, a napi alkotói munkában. Mindez most jól látszik a kiállítás megnyilvánulásában, üzenetében. De a képzőművészetben bevonhatóak különböző médiumok, és ebben a munkában úgy látszik, hogy installatív, szóval egy téri munkáról van szó. Videórészlet, szöveg van benne, és ez így minden megjelenik ebben a munkában egyszerre. Ez a munka két videóból áll, egy szöveg alapú és egy vetített film alapúból. A munka az ember és a táj kapcsolatáról szól, aminek végül is egy traumatizáló jelentése is kibontakozik, összegezte Bori Ohm. A táj hogyan alakul át, és hogy nekünk milyen a viszonyunk ehhez a tájhoz. Mert konkrétan ebben a munkában a második világháborúban történt események, és a gyönyörű táj, amiben ezek megtörténtek, ezek a traumatizáló élmények, ezeket kapcsolom össze, szóval ezt az ambivalenciát ezzel játszom. Hogy egyrészt látunk egy tájat, ami esztetikus és vonzó, és mi ezzel pozitív élményeket kapcsolunk össze, mert nyaralni járunk a tengerpartra, de közben a családaink, ha európaiak vagyunk, akkor ezt megértük mind, hogy volt a második világháború, és hogy ez trauma a családon belül, amit itt továbbadunk, és amiből fragmentumok maradnak csak meg. Ezért látható, mint egy az installáció részeként a szöveg is. Beszélgettem ezzel a nagyapámmal, és ő mesélt részleteket ebből a munkából, és ezeket megjelenítettem fragmentumokként, mert amúgy így működik az emlékezetünk is, hogy csak részletekre emlékszünk, tehát nem az egész történetre, és ezért csak részleteket tudunk továbbadni. Bori Ohm szerint a művészetben az a jó, hogy valamit egy kontextusból kihelyezünk, és ez a valami belekerül például ebbe az itt látható térbe. Megjelenhet ebben a térben ez a táj, ami idegen, mert igazából irritáló, hogy mit keres egy ilyen táj, egy ilyen zárt térben, de közben ezért működik, hogy közel kerülhetünk nézőként ehhez a tájhoz, ezekhez a hangokhoz, és ezekhez az emlékekhez, amik bennünk van, és ezért szerintem működnek ezek az installatív munkák számomra legalábbis a legjobban, mert belekerülhet a néző maga a munkába. Visszatérnek bizonyos élmények, amúgy a generációkon is keresztül, szóval mi is megélünk valamit, de ezt már megérte a nagymamánk is, vagy a nagyapánk is. Akár az ilyen szép dolgokra is gondolhatunk, hogy családot alapítunk, és ez megtörténik folyamatosan újra, de akár traumatikus élmények is, amikkel így az élet során találkozunk sajnos. És ez az ismétlődés nagyon benne van amúgy ebben a vízben, a víz szimbolizálja ezt a visszatérést, és ez a munkámban is ezért ennyire fontos. Ennek a kiállításnak nincs eleje és vége. Folyamatosan megy a történet egész nap. Lupolva van. Dobovicki Attila médiakutató, a Pécsi Tudományegyetem kommunikáció és médiatudományi tanszék adjunktusa nyitotta meg a tárlatot. A szedimentált emlékek megtekinthetők Pécsen a Művészetek és Irodalomházában június 30-áig.